Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére. A műveket május 3-ig kell eljuttatni a megyei fővárosi katasztrofa igazgatóságokra. A pályázat céljában nincs változás, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság továbbra is olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják ők a tűzoltókat, a tűzoltói hivatás világát. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az iskolások három korcsoportban, 6-tól 10, 11-től 14 és 15-től 18 éves kor között pályázhatnak. Ők szabad kézirajzot, plakátot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes alkalmazást. A pályaműveket május 3-áig kell benyújtani az alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen a fővárosi megyei igazgatósághoz. A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait május 25-én a fővárosi nagy cirkuszban adják át. Az országos verseny nyertese családjával balatoni nyaraláson vehet részt. Az országos verseny további nyertesei a fővárosi állat és növénykertbe felhasználható családi belépőt kapnak. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a legkreatívabb óvoda, iskola kettő. 2018 címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri az intézményben tartandó bemutatójával és tűzvédelmi oktatás megtartásával.